Szerinted, ha annyira lázadó voltál, akkor mégis a személyiségednek melyik része kapcsolt be akkor, amikor te elmentél és tanár lettél végül, hogy édesanyád szerette volna? Hát, hát nem, tehát lázadtam, de nem volt elég erőm. Tehát, hogy a lázadás az ilyen, a kis dolgokban tudtam lázadni. Ez a bulizás mondjuk a kis dolognak, vagy, a, vagy az, hogy volt barátom, és édesanyám azt is borzalmasan ellenezte, hogy most 16 évesen miért kell nekem barátom legyen, miért pasizok, hát úristen. Miért szerelmes szóval, Képzeld el, borzasztó. Sziasztok! Lukács Luca vagyok, és ez a Mit Gondol Podcast, amit a Mary Claire közösen készítünk nektek. Ebben az epizódban Tapasztó Orsi, a Nem akarok beleszólni oldal egyik alapítója, fizikus, mentálhigiénész szakember a vendégem, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan legyünk jól. És ennél talán fontosabb kérdés nincs is a mindennapokban. Szóval egy kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan vagyunk jól, meg hogyan leszünk jól, és mindent az elején kell indítani. Uh -huh. És valahol azt hallottam, hogy te azt mondtad, hogy hát én így gyereknek sem voltam egy olyan boldog darab. Így fejezted ki magad. A jó reggelét, és tényleg mondtam, ezt egyszer mondtam ilyet, de megjegyezted, jó van, kiszűrted. És akkor arra gondoltam, hogy ez mégis mit jelent, hogy zárkózott voltál, vagy... <hállt> Hát, ezt, hogy, hogy is mondjam, tehát, hogy volt egy, hát akaratos gyerek voltam, és hát így kordában kellett tartania engem a, a szüleimnek. Ezzel, ezzel főleg édesanyám foglalatoskodott az én kordában tartásomról. Egy Ennyi egyszerűen, csak hogy így határozott gyerek voltam, és én tudtam, hogy mit akarok csinálni, és ez nem mindig egyezett azzal, amit a, a szüleim esetleg jónak láttak, vagy, vagy amit ők elképzeltek. Nyilván ők is eléggé akaratos emberek voltak, és hogy így, hát, ez, a, ez így a, a személyiségek összecsapása volt így a, a mi családunkban. Aztán ez kicsús, kicsúcsosodott a kamaszkoromban, akkor voltak a, hát ahogy mindenkinél, akkor őrületes nagy, uh, nagy, viták voltak nálunk otthon, de hát úgy képzeld el, hogy így napi szinten. Tehát, hogy, hogy tényleg nem volt olyan nap, hogy valami édesanyámmal ne kapjak össze, azok nagyon kemény évek voltak. Um, és aztán ez így nagyon lassan elkezdett lecsengeni. Nem is tudom, ilyen 18-20, úgy, úgy, egyetem, egyetemi évekre volt az, hogy, hogy így édesanyámmal elkezdtem ilyen barátibb viszonyt ápolni, tehát, hogy így tudtam bele úgy leülni, kávézni, mint hogyha lennénk, és akkor így, így, úgy fordulni felé. De hát ehhez fel kellett egy kicsit nőni. Tehát, igen. De ez azt jelenti, hogy lázadó voltál? -e? Hát, mint az állat. Tényleg? <laughs> Persze. De, de közben egy tök jó tanuló. Igen, ez egy teljes tudathasadásos állapot volt. Mert hát a, a verseny. Hogy szóval is... képzeljem <laughs> el, hogy izé, ötös a bizonyítványom, <laughs> de nem mész haza, vagy mi? Ö, ötös a bizonyítványom, és folyamatosan azért megy otthon a bál, mert én, embulizni akarok, és nem szeretnék 11-re hazajönni, mert senki nem kell 11-re menjen, mondjuk 16 évesen, vagy 17 évesen, hanem engedjenek el mondjuk éjfélig, vagy egy óráig. Tehát engem így próbáltak azért nagyon szépen így a keretek közt tartani, és, és hát így, de pont ahogy mondott, tehát nekem jeles volt vége a bizonyítványom, ameddig gimiben jártam, meg, meg iskolába jártam, tehát hogy az alatt nincs jegy, tehát az ötös a jegy, és akkor az alatt nem, nem nagyon tárgyalunk. És, és mellette pedig cigiztem titokban, meg rockzenét hallgattam, meg úristen. meg úristen, tehát, hogy így igen, ott, ott, ott ilyen 16 évesen elindult az elég erős lázadás, és, és hát imá, imádtam lázadni, és ez a flower power, meg hippi mindenség. De te azért voltál ötös mindenből, mert az volt az elvárás? Persze. Hát ki, én nem tudom, biztos van, biztos van, ilyen gyerek, én azokat nagyon irid, hát ha az én gyerekem is ilyen lesz, hogy magától akarok ötös tanuló lenni, nem tudom, de hogy persze, hát hogy óriási elvárások, nulladik első osztálytól, hogy édesanyám ő nagyon, nagyon ebben hit, hogy ö, akkor lesz belőled valaki, hogyha, hogyha jeles tanuló vagy, és mindenből a legjobb, és akkor majd, hogyha mindenből a legjobb vagy, akkor amikor ott vagy, hogy pályaválasztás, akkor bármit választhatsz, hát logikus. <laughs> tudom, hogy pár évvel ezelőtt elvesztetted édesanyádat, uh -huh. és ezért biztos so nehezebb, vagy nem tudsz vele megbeszélni már dolgokat, és azelőtt vesztetted el az édesanyádat, hogy a, hogy a Csabi a kisfiád jött volna az életetekbe. De biztos, hogy ez tök sokat változik benned, mióta te is anyuka vagy, hogy Persze. egyébként mit gondolsz arról, hogy veled mit csináltak a szüleid, akkor amikor 6, 7, 8, 9, 10, 10, 16 évesen. Borzasztó. Borzasztó <laughs> lesz majd a De hogy így visszagondolva, mit, mit gondolsz az ő nevelésükről? Hát azt, hogy ők a, a, legjobb tudásuk szerint csinálták. Tehát, hogy én nagyon haragudtam rájuk nyilván, és ez, ez, ez ami egy nagyon fontos dolog, ami így át értékelődött bennem, hogy rájöttem, amióta ugye nekem is gyerkőcöm van, hogy, hogy hát ők tényleg azt tették, amit az akkori tudásuk szerint a legjobbnak gondoltak. Tehát, hogy ők nem szemétkedni akartak velem, hanem ő, az én édesanyámnak ez szent meggyőződése volt, hogy tényleg mindenből a legjobbnak kell legyél, ahhoz, hogy aztán majd legyen mondjuk két út előtted, vagy három út előtt, minél több út, hogy aztán tényleg biztosan legyen majd egy, ami az igazi. Most meg, tehát akkor ez volt a tudás, a 80-as évekről beszélünk, 90-es évekről beszélünk, akkor nem voltak önismereti könyvek, nem voltak workshopok, nem volt, nem volt terápia. Tehát akkor, uh -huh. akkor az én anyukám honnan tudta volna azt, hogy, hogy engedjük a gyerek um, tehetségét kibontakozni. Mert hogyha, hogyha, egy kicsit is arra figyeltek volna, hogy nekem mihez van kedvem, vagy mihez van több kedvem, akkor valószínűleg nem fizika egyetemre megyek, hanem, hanem biztos, hogy pszichológián kötök ki. Ugye most 40 évesen fejeztem be a mentálhigiénés képzést, tuti, hogy pszichológia egyetemen kötöttem volna ki 18 évesen, ami viszont lehet, hogy nem lett volna jó, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen pályához kell egy, egy elég erős önismeret is, és élettapasztalat. Tehát, hogy ez sem ez is ezen lehet vitatkozni, hogy mi lett volna a jobb, de abban az időben az biztos, hogy nem arra mentek rá, hogy, hogy miben ügyes a gyerek, hanem mit tud, mit bír el. De nem vagy mérges. Á, ezzel már rég túl vagyok. <laughs> nem, ezt az, az már sikerült szépen, ha nem. De hogy is? Abszolút. Hát ez, amikor jött ez a felismerés, hogy ők ezt nem rosszból. Soha nem gondoltam nyilván azt, hogy ők most. De hát azért ott volt az ellenállás, meg a harc. És amikor ezt felismertem, hogy basszus, hát nekik ez volt a maximum, amit tudtak nyújtani. Mert nem volt más, nem volt honnan tudják. Mert, mert a, mi nagyon szerencsések vagyunk, szerintem mi vagyunk az első, vagy az én generációm az első generáció, akinek akkora tudásanyag áll a, a rendelkezésére, hogy ezt a, igazán. jó csinálja. Tehát az, hogy én a gyerekemre ne toljam rá az én mintáimat, a gyerekemtől ne várjam el a maximumot, az elég jó is pont elég ahhoz, hogy ő neki majd egy boldog, sőt, pont elég ahhoz, hogy ő nagyon boldog legyen. Hogyha egy-két dolog, ha csak egy dolog baj, egy, nyilván ez a célom, hogy egy dolgot találjon majd a fiam, amit imád csinálni, örömét lelibe, és az lehet bármi. Tehát, és ez, tehát ezért nem, vagyok, nem haragszom a szüleimre, mert, mert ezeket is sikerült belátni, vagy felismerni. Most akkor felteszek egy olyan kérdést, ami talán a legprimitívebb kérdés, és, és, és nem az én generációmból szokták ezeket a kérdéseket igen. feltenni. De hát tulajdonképpen itt vagy te, Orsi, 40 éves vagy, mm -hmm. 40 éves nőként, iszonyatosan önreflektív, jóban van magával, hát végül így is ilyen lettél, nem? Hát az mi a baj? <laughs> hát az igen, van ebben egy kis meló. Igen, hát van, van ebben meló, hát így, ez, ez, egy tíz éves munka van mögöttem szerintem, mert pont ma a pszichológusommal volt a délelőtt ilyen kis ülésünk, és, és szóba került, hogy én mióta járok, tehát és tíz éve képzeld el, kisebb nagyobb megszakításokkal, de nem folyamatosan, ez ilyen élethelyzet függő volt, hogy, hogy akkor, hogy akkor én, én, nekem most mit, érzek, hogy van-e szükségem terápiára, vagy nincs, és először, amikor 30 évesen felkerestem egy pszichológust, akkor pontosan a az én anyukámnak a hangja volt a fő témám, a, ugye az elvárások. És, és azért 30 évesen én addigra már kutatóként dolgoztam Budapesten, öm, elköltöztem ugye a szülővárosomból, öm, ledoktoráltam a bm tehát hogy úgy már voltak mögöttem így így elért dolgok, amire azt mondaná az ember, hogy jó, hát most már nyugodj mehet, hogy, hogy ne lennél elégedett magam. És nem voltam elégedett magam, mert nem ezt hoztam otthonról, hogy ez egy ilyen kipipálhatatlan lista volt. Tehát hogy nincs, nincs olyan, hogy elég jó. És én ezt 30 évesen elégeltem meg, hogy, hogy, nagyon unom már ezeket a gondolatspirálokat, amik így beindulnak, és hát nyilván lehúznak, és, és, akkor ezzel a témával kerestem fel egy pszichológust, az másfél év volt, hogy ezt, ezt rendbe rakjuk, hogy akkor én elég, elég vagyok magamnak, és hogy az a lényeg, hogy magamnak elég vagyok, -e, nem az, hogy a férjemnek, a barátnőmnek, a, az édesanyámnak, az apukának. Ez egy másfél éves etap volt, utána jött egy kis szünet, és aztán jött a, az örökbefogadás. És és az örökbefogadási folyamat volt a következő szakasz, amikor úgy éreztem, hogy nekem, nekem szükségem van segítségre, mert ugye az anyassággal bekapcsoltak ugye még erősebben a szülői minták. De úgy vagyok most jól, hogy, hogy így egy tíz éves meló van ebben. Igen akárhány beszélgetést hallgattam meg veled, azért van, hogy ahogy fogalmazod az édesanyádról, meg anyukád karakteréről, valahogy azt érzem, hogy érzem ezt a megbocsájtást is, megérzem a mély szeretetet, viszont azt is érzed, hogy na, ezt én biztos nem így fogom csinálni. Persze. Hát hogy ne. Ugye édesanyád azt szerette volna, hogy tanár legyél. Így van. Mert hogy egy embernek legyen egy komoly Pontosan. munkája, nem művészkedjen itt, ne festegessen jobbra balra nem fog megélni, nem lesz tennie. Ilyen, ilyen, hall, és hogy ezzel kapcsolatban mondjuk felvető bennem az a kérdés, hogy szerinted, ha annyira lázadó voltál, akkor mégis a személyiségednek melyik része kapcsolt be akkor, amikor te elmentél és tanár lettél végül, hogy édesanyád szerette volna? Hát, hát nem, tehát lázadtam, de nem volt elég erőm. Tehát, hogy a lázadás az ilyen, a kis dolgokban tudtam lázadni. Ez a bulizás mondjuk a kis dolognak, vagy, a, vagy, az, hogy volt barátom, és édesanyám azt is borzalmasan ellenezte, hogy most 16 évesen miért kell nekem barátom legyen, miért pasizok, hát úristen. Miért vagy szerelmes szóval, el, borzasztó. Úgyhogy ezekbe lázadtam én őrületesen, és pontosan, tehát, hogy akkor a, a komoly, a, az ilyen dolgokban, hogy mondjuk egyetemre hova menjek tovább, abban nem, a, ahhoz már nem volt elég erőm, elég bátorságom, ennyi, annyira szembe, ahhoz nem volt, be. ahhoz túlságosan nyuszi voltam. De nyilván ehhez az is hozzátartozik, hogy én nagyon szerettem a fizikát. Tehát, hogy most édesanyám azért tolt a, a tanári és a, a fizikusi pálya felé, mert mert hát látta, hogy hogy az. Igen, már... engem tolhattak volna. <laughs> Igen, tehát ezt nyilván felmérte édesanyám, tehát a, én így voltam mondjuk a történelemmel, a földrajzal, de abba tolhatott volna, abba, én abba jeles voltam, de ennyi. Tehát az, az ott állt meg a tudomány. És nyilván látta édesanyám, hogy a, a, a reál tárgyak felé kell engem tolni, és akkor én így felvételeztem kémia szakra meg orvosi műszerfejlesztő szakra, meg fizika, azt, azt hiszem összesen három egyetemre felvételiztem, hogy biztos valahogy nyilván mindenhol felvettek elsők, vicces, de és akkor aztán ott volt a dilemma, hogy na most akkor mit válaszunk, de hogy ö, érted, szóval, hogy a reál irányba indultunk, és, és anyum tudta, hogy ez nekem fekszik, tehát nem volt ez kínlódás, de ha az ember most így, lecsupaszítja magát, és így nagyon magába figyel, akkor, akkor nem ez volt az én utam. Tehát, hogy, hogy meg tudtam csinálni, aztán tanítottam is két évig, nagyon szerettem tanítani, miközben nem voltam még rá felkészülve, mert én azt gondolom, hogy egy jó tanárnak kell legyen egy, egy azért egy nagyon, hát mint a, mint a pszichológusi vagy a mentálos pályához is egy, egy erősön ismerete és, és egy életútja, egy tapasztalat, tudod, ez a bölcsesség. Hát, talán mindig az, amikor emberekkel foglalkozol, meg ott van az, az a fajta, hát ez egy hatalom a kezedben tanárként, Így van. pszichológusként, mentálhigiénész szakemberként, hogy igazából te befolyással vagy más embereknek a döntéseire, sorsára, arra, hogy ők hogy érzik magukat hát erre olyan 21 most kérdez, évesen. Most képzeld el, tehát, hogy 22 évesen be, besétáltam egy gimnáziumba, és nyilván gimnáziumba vettek fel tanítani, Isten hogy általános iskolába, és a 18 éves rácoknak most te magyarázd el, hogy, hogy Newton, meg, meg Einstein, meg és körül néztek rám. Félfejjel magasabbak voltak, mint én is kiröhögtek. De tehát, hogy nagyon nehéz volt, és én két évet húztam le egy tanárként, az első év az ebből a szempontból volt nagyon nehéz, hogy, hogy tiszteletet parancsolni, a kis cuki szőke 22 éves kislány, hát hogy ne. Um, aztán rájöttem arra, hogy én úgy tudok tiszteletet parancsolni, Hogyha, hogyha elkezdek szemétkedni, és ez szörnyű volt. Tehát, hogyha szemétkedsz, vagyis idézőesen szemétkedsz, meghúzod a határokat, és azt mondod, hogy igen, akkor tessék elővenni a papírt, röpdolgozat. És az annyira nem állt hozzám közel. Viszont, ha ezt csináltam, akkor csend, akkor se, akkor hopp, senki nem szivatott. És ugye erre jöttem rá a másodévében a tanításomnak, hogyha én ezt tudom hozni, ezt a, ezt a kőkemény öm, karaktert, akkor ez működik. Na de az nekem nagyon rosszul esett azt hozni, mert én meg ez a haverkodós tanár karakter voltam mindig, és akkor így volt az, hogy a, a, két év tanítás után kaptam egy lehetőséget, hogy Budapest, és akkor doktori pálya, és kutatás, és érdekele, és úgy voltam vele, hogy annyira nem érzem még magam egésznek a tanításhoz, hogy akkor most legyen egy ilyen kitérő, vagy nem, akkor még nem tudtam, hogy ez mi lesz, és így. Hát igen. Na de akkor, amikor jött ez a lehetőség, még tök vagyok, hogy akkor végül is szembe jött veled egy lehetőség, mm -hmm. hogy te jöhetsz Budapestre, konkrétan Or országot váltasz, Igen. és akkor mi kapcsolt be, hogy te most akkor ez az én időm, és jövök, mm. vagy akkor most ez a teljes leszakadás abból, amit felnőttem, vagy azok milyen típusú érzelmek voltak? Hát nagyon érdekes volt, mert, a, mert igen, talán akkor, volt, akkor, voltam először bátor, így ebből a szempontból. És nem, nem tudom, hogy mi történhetett, hát nyilván telt az idő, és annyira, annyira olyan volt ez a lehetőség, mintha így fentről küldték volna. Tehát, hogy ilyen egyértelmű volt, hogy hát, hogyha ez pommos jött, amikor én már dilemmázok, és már azon gondolkoztam, hogy iparba megyek el, hát van egy fizika diplomám, fizikus-kémikus diplomám, hát valahova felvesznek az ipar valami laborba. Tehát, ha már ezen dilemmázok, és most itt egy ilyen lehetőség, és hát édesanyám meg nyilván ennek nagyon örült, mert azért az az, 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 hogy doktori, az azért az úgy az, tetszett neki. Hmm. Tehát, hogy az úgy, azt úgy, jó, hogy nem tanári, na de hát doktori. És akkor ez, ez így teljesen támogatva volt végül is. Az nem, hogy most 300 kilométerrel arébb költözzek, de annak így nyilván nem örültek, de, de abszolút És te az... um, Nekem nagyon izgalmas volt, én nagyon féltem. Én akkor én a felvételi elbeszélgetésemen jártam először Budapesten. Tehát, hogy én Budapest tig se jutottam el szatmárnémetiből, szóval tudom, 23 éves koromig, vagy 22 éves koromig. Úgyhogy borzasztó izgalmas volt, és úgy voltam vele, hogy hogy hát feljövök a felvételére, és meglátom, hogy mit érzek a várossal kapcsolatban. És hát ilyen első látásra szerelem. Tehát azért szerencsére Budapest egy gyönyörű város, és hát ez a szerelem ez azóta tart. Tehát, hogy ez mi, mi De éltem. tényleg, szóval, mi azt érezted, hogy beleszagolsz a, jaj, a, nem, nem, a, nem, a B, nem. nem, a B, nem, a Duna, a Duna parton, inkább a BM az annyira nem volt szerelem. A Káé épület, nem, nem tudom, akár egyszer azt látom, hogy állandóan betűk vannak, és az összes épület a <laughs> Igen. Nem, nem az egyetem volt a szerelem, a maga a város, az egésznek a hangulata, az így nagyon, az nagyon, nagyon megfogott, és azt mondta. És úgy, hogy nekem Kolozsvár, az, az egyetem végére már túl nagy volt. Nagyon érdekes. És akkor hmm. hazaköltöztem, hogy ugye két évre Szatmári, mert én ott tanultam, és azért megvoltam ami ilyen, hogy ha nekem Kolozsvár nagy volt már így négy év hmm. után az egyetem alatt, akkor mit, és nem, ezt valahogy így magaménak éreztem, és ez azóta tart. <laughs> Igen. Szóba hoztad már, hogy tíz éve jársz megszakításunkkal, <laughs> tehát bennem még nincs ennyi, de az mondjuk érdekel ezzel kapcsolatban, hogy tíz év után mennyire más pszichológushoz járni, mint akkor, amikor elkezded ezt az utat. Hát nagyon érdekes, hogy most pont ma beszélgetünk erről a témáról, mondtam, hogy a délelőtt voltam egy ülésen a pszichológusom, és képzeld el, ez volt az utolsó ülésünk. Ha. Nagyon tök érdekes, hogy most pont ma van ez a, ez a felvétel, és, és erről kérdezel, és így meg is vagyok egy picit hatódva, amikor erről beszélünk, mert ez egy hosszú folyamat azért és Hát így, amikor tíz évig egy szakemberrel folyamatos kapcsolatban, vagy megszakításokkal, de hát azért ott van, a, akkor az úgy egy, ez az egy kötődés, És egy ilyen kis gyász folyamat indult el bennem, hogy akkor ezt most le kell zárni. Kb. ahhoz hasonlítanám, hogy amikor először ültem le a pszichológusommal, akkor, akkor bennem egy ilyen teljes. Um, Várj, de hogy igen. most értsem, hogy az elmúlt mm -hmm. tíz évben ugyanaz a. Igen, az első másfél évben nem, de viszont utána Aha, a a ez egy tök szerke, Igen, nagyon, ahhoz sok évig tartó, persze, abszolút. Mm -hmm. És. Um, és az van, hogy amikor először mentem pszichológushoz, akkor, az, akkor úgy éreztem magam, hogy nem tudom uralni a, hogy is mondjam, így a, hát így a lelki folyamataimat. Hogy így bekapcsolnak rossz minták, ezek a gondolatspirálok, amit már említettem, ami, amibe így belekerülsz, és, és hát így le, Ez a negatív gondolatspirál, és nem tudsz belőle kilépni. És, és az egy ilyen nagyon rossz, nem voltam se depressziós, nem, nem nyilván szorongó, hát ki nem szorongó, tehát hogy persze, hogy szorongtam, de hogy így nem, nem volt semmi komolyabb, tudtam aludni, tudtam étkezni, tehát hogy abszolút de hogy így nem éreztem jól, hogy a, a, a közérzet az úgy nem volt az igazi. És, és, és a, a, a mostanra pedig ez, a, ez az X év után a azt érzem, hogy ez a, az a háborgó tenger, ami mondjuk tíz évvel ezelőtt ott volt, az így, az így lecsillapodott. És most már így átlátom. Átlátom magamat, átlátom azt, hogy mit miért teszek, miért kapcsolnak be bizonyos érzések, a reakcióm, amit mondjuk nem gondolok, hát az most miért jött ki. Tehát, hogy, és nyilván sokkal tudatosabb vagy. Tehát, amikor így elkezdesz így, így dolgozni magadon, akkor ez így. Arra tudsz mondani példákat? Például mi egy ilyen gondolat spirál neked, ami mindig ott volt? Hát én a, a, az elvárásokkal kapcsolatosak, tehát ez a nem vagy elég jó. és, és a, és ez a, a, az élet bár, bármilyen apró területén, most nem is tudom, hogy mit mondjak, oly rég volt, amikor így egy ilyenbe bele, belecsatlakoztam, de hogy, de hogy ténylegesen, mondjuk az anyasság, vegyük az anyasságot, tehát mm. amikor anya lettem, akkor én, én ugye mi ömlik rád a social médiából, csak az ömlik rád, hogy hogy kell tökéletes anyának lenni, és mindenki tökéletes anya, tehát nincsenek nehézségek, nincs. Mindenkinek színű a konyhája. Pontosan, vagy de minimum puderózsaszín, így van. <laughs> és, és rend van mindig, és tisztasság, és minden és a gyerek nagyon okos, és nem az, hogy nagyon okos, de egy angyal és sose sír és hisztizik, szóval, hogy minden tökéletes is. Ez ömlik rám, miközben én örökbefogadok egy gyermeköt, és szétessek lelkileg. És akkor hát azt is senki nem mondta, hogy az ember szétesik. Nyilván hallotta már szülés utáni depresszióról, de hát az természetes, mert a biológiai anyukák ezen átesnek. Oké, okay, na de mi van az örökbefogadásról És Én meg voltam győződve, hogy velem nagyon nagy bajok. Te arra. most arról az időszakról ö, mesélsz, amikor már ugye elindítottátok a folyamatot, nem tudom, 2016 környékén, és amikor igen, már nálatok volt a Csabi, volt egy pár

érezted, Éjjön. hogy hát, akkor ez most nem oké. Igen, okay. igen, <laughs> igen, és ott folyamatot napi szintű volt ez a gondolatspirál, hogy én, hát én nagyon nem vagyok, hát lehet, én nem is vagyok anyának való, mert hát én nagyon távol vagyok ettől a tökéletes élettől, amit itt így látok minden, minden oldalon. Nagyon kevés volt, most már egy, hál' istenek, most már mondhatni, hogy nagyon sok ilyen őszinte szülőséggel kapcsolatos oldal van, amit anyukák vezetnek, és tényleg kipakolják azt, hogy hát ez most egy nagyon rossz nap volt, hát most ez is ez a nehézség. Akkor még nem nagyon, nem nagyon sok ilyen oldal volt, és, öm, örökbefogadásról meg aztán nulla. Tehát az örökbefogadást az, az úgy volt, hogy mondjam, tálalva, bárhol olvastam róla, hogy az egy csodálatos és könnyű folyam. Hát ez egy csoda. Hát megérkezett a gyerek. Hát most innentől kezdve minden szuper. Közben meg nem, mert hát ott nincsenek hormonok, nincs terhesség, neked úgy kell anyává válni, hogy ezeket a mankókat nem kapod meg, hanem, hanem egyszerűen át kell alakulni anyává, kvázi egyik pillanatról a másikra, mert ez egy nagyon hirtelen tört. Onnantól, hogy a telefon, onnantól néhány hét, és hazavittél egy gyereket. És persze, hogy két éve mi sorba álltunk, de arra nem készülsz fel, mert nem tudod, mikor fog megcsörönni a telefon, és ezen nem pöröghetsz. Mit jelent az, hogy ezt nem érezted ezt az anyaságot? Azt jelenti, hogy átfutott a fejedben az, hogy ezt elrontottuk? A, nem, az, fordul, az futott át a, a, fejemben, hogy, hogy, ezt, hogy ezt, ezt, ezt nem így kell csinálni, hogy én csinálom. Hogy én ezt nagyon rosszul csinálom. Uh hát. nem fordult meg a fejemben, nagyon őszinte megmondanám, ha, ha így lett volna. Az nem nem fordult meg a fejemben, hogy fú, ezt csináljuk vissza. Fú, ezt ezt, ezt mégsem szeretném, köszönöm. Tehát ez nem tudtam, hogy ez az utunk. Hát meg, meg Csabi egy, egy cuki fiú volt, és tényleg a, a, ez nem szeretett kérdése. Tehát itt nem arról van szó, hogy az óriási ilyen oroszlán szeretetnek kapcsolt volna be az első pillanattól, de arról van szó, amikor a, az identitásodban nem tudod elhelyezni az anyaságnak a fogalmát, vagy azt a, az orsi, mint anya. Tehát addig volt mindenféle típusú, a fizikus, a festeni szerető, a szociális életet. és akkor így bejön ez az anyaságsztory, és ezzel most így nem tudok mit kezdeni. Hogy akkor most, hol, vagyok, hol van az összes többi? Mert hogy most itt egy gyerek, aki alá kell mindent helyezni. És nekem ezzel is, hogy hogy a prioritási listám élére a gyerkőc került, hát nyilván. De amikor ott vannak a hormonok, ott a terhesség, erre úgy rákészülsz. Mm. Amikor hirtelen kapod, akkor na várjál. Tegnap még a férjem volt az első az életemben, meg a kutyám, most már sehol senki, mert hopp jött egy gyerkőc, tehát vasárnap még minden más, hétfőn már itt egy gyerek, és ez teljesen átalakul. És ezt ilyen gyorsasággal, hát ez szerintem azért ember legyen a talpán, aki ezt így az agyában, hogy jó, akkor most már nem, hogy én nem vagyok. Sen senki nem az első, csak egy kis gyerkőc, akiért tényleg mindent megteszel, de érzelmileg ezt, ez beépíteni nagyon nehéz. Volt benne olyan érzés, hogy addig nem szabad anyának lennem, amíg nem vagyok magammal teljesen oké? Okay. Abszolút, persze. Számomra ez a kizgalmas, hogy hogy van az, hogy szerelmes leszek valakibe, aztán persze együtt fejlődünk, mindenki egy, állandóan együtt fejlődik. Persze, hogyne. Kéz a kézbe Igen, fejlődünk ezen az úton. <laughs> Na, de az hogy van, hogy szerelmes vagyok, aztán folyamatosan változok, és egy pár kapcsolatban mit jelent az, hogy én egyre közelebb kerülök önmagamhoz? Ez hogyan változtat a dinamikákon? Uh -huh. Mi esetünkben azért nem változott sok a dinamikán, mert az én, mert én vagyok azért, tehát azért mondom, hogy én vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy a férjem nagyon rendben van magával. Val. Tehát a férjem, ami nagyon kevés Így emberek, született? Nagyon durva. És borzasztó idegesítő. Igen, ezt jól érzed. <gül> <gül> tehát, hogy ez, ez elég idegesítő. Nem sok ilyen embert tudok az életemben, őszintén mondom. Tehát nem is nagyon merek ilyet kijelenteni, mert biztos sok ismerősöm meghallgatja ezt a beszélgetést, mindannyian tökéletesek vagytok. de összefigyel. össze, Ez <laughs> <Tökélete. gül> oda o, megyek a, a kapujába. a fizikusok azok elé, elé a srácok, tehát tényleg, de azt látom, hogy a fizikus férfiak, a srácok, ami azt, azért eléggé rendben vannak, nem tudom, a kutatók azok, úgy, azok elég boldog emberek, ezt, ezt azért kijelenthetem, és a férjem is úgy, úgy rendben van, és ezért nem volt olyan, hogy hogy az, hogy én közeledek önmagamhoz, megoldom a, a feldolgozom az Akármilyen traumáimat, az elakadásaimat, ez ránk azért nem hatott, mert ő rendben volt akkor is velem, amikor tíz évvel ezelőtt, vagy most már tizenhat éve vagyunk lassan együtt, úgy ismert meg, és az, hogy én egyre jobban vagyok önmagammal, annak ő csak örül, meg támogat, meg tök boldog, de, de pont itt támogatott akkor is, amikor nem voltam annyira egybe önmagammal. És ezért ez, ez, ez a mázli. Ha ő nem lett volna rendben, na ez, akkor lett volna érdekes, és ugye azért mondják sokszor azt, hogy az egyik fél elkezd terápiába járni, a másik az úgy marad, ahogy, ahogy, indult a kapcsolat, és hogyha az a másik fél nincs rendben önmagával, viszont a másik elkezd fejlődni, és kivirágozni, és megtalálja az útját, és karriert vált, mondjuk, amit én ugye itt lenyomtam az elmúlt pár év alatt, um, olyankor az emberek nyilván eltávolodnak egymástól, hogyha az a másik fél nincs rendben. És ez, ez is tök normális folyamat, mert hogy, hogy az egyik túlnövi a másikat, és akkor hoppácska, akkor az már nem egy jó kapcsolat. Nálunk ez a, a rohat mázli, tehát ez nem tudom A az elmúlt két éved, mm -hmm. ami történt, nem akarok beleszólni, mm -hmm. Mm. Meg az hogy, az, hogy látható lettél, és csak sokan szeretnek mm. téged, az, az hogyan változtatott ezen a párkapcsolaton? Abszolút pozitív irányba, mert hogy na pont ugyanez, hogy a férjem az tökre örül a sikereimnek, és ez most tök minden milyen sikerek. Üm, nincs benne irítség, nincs benne az, hogy most akkor az asszonynak mit kell itt vergődni a, itt egy podcastbe, vagy egy nem tudom újságban, vagy most akár az, in, az Instagramon, vagy bárhol. Tehát, hogy ő, ő benne tényleg ez a, annyira békében van önmagával, és ez tényleg csak szerintem az ilyen emberek tudják ezt jól kezelni, akik önmaguk a békében vannak, és azt mondják, hogy akkor mindenki legyen jól, és nincs bennem frusztráció, és nem zavar az, hogy most az asszonyt látják a képernyőn, hogy, hogy ez a full támogatás. És és őszintén, amúgy ez, ez engem is meglepett azért, tehát én, ő egy komoly fizikus ember, a, elég magas szinten műveli a tudományt. Nem gondoltam volna, hogy ő ezt így tudja tolerálni, mert hogy, mert hogy nyilván itt is mi kapcsolód be, édesanyámnak a hangja, hogy ez nem egy komoly dolog, tudod, ez nem ez a, ez a szerepelgetés, meg ott vicceskedés az interneten, azért ez, ez mi ez már. Úgyhogy engem tökre meglepett hogy az én férjem, mert nem azt mondta, hogy most ebben biztos vagy, egyszer sem mondott ilyet, hanem azt, hogy figyelj, élvezed, akkor hajrá. Ja, tök érdekes. Szinte idegesítőnek tűnik. Abszolút, elhiszem, elhiszem. Tényleg. Anyukádnak mindig ezek a szavai jutnak eszedbe? Nem, most már nem amúgy, most már nem. Nem, nem, nem. Amióta ő elment, um, azóta nagyon sokat szörnyen hangzik, hogy így változott a kapcsolatunk, de hogy... Um, azóta jobban vagyok, Igen, azóta nagyon jóban. Uh, de hogy ő, tehát ő, részéről, azok, amik ugye történtek velem mondjuk az elmúlt két évben, a részéről egy ilyen nagyon erős támogatást érzek, vagy akarok érezni, ezt soha nem tudjuk meg, hogy ez most ugye nyilván... Hú, ez most... kérdezhetek? Igen, persze. Hiszen az ilyen, vagy, vagy me mennyire erős benned a szkepszis mindenféle spirituális dologgal a, hát én abba hiszek, hogy hogy, hogy nem, tehát, hogy a, a halál után azért vannak még dolgok, ebben én hiszek, uh -huh. és abban is hiszek, hogy édesanyám uh, valamilyen formában, vagy valamilyen, uh, igen, valamilyen formában van még, és uh, és látja azt, ami történik, de hogy az így hülyén hangzik, hogy azt én érezni szoktam, de van, hogy érezni szoktam, hogy a, a jelenlétét, mondjuk, mit tudom én, voltam tavaly, tavaly volt ez, tavaly májusban, uh, covidos lettem, és kórházba kerültem, mm. és aztán nem lett semmi gond, csak így hallottak valami zörgést a, a tüdőmbe, és akkor fú, gyorsan sürgő mentő, minden, csodálatos aztán. volt, és nagyon megijedtem, és uh, és ott, hát most vagy az, hogy az ember borzasztó pánikba van, és azt akarja érezni, hogy ott van mellette az anyukája, mm. vagy valóban ott van, ezt mondom, soha nem fogjuk megtudni, de én akkor nyilván az ő jelenlétét maximálisan éreztem, és azt, hogy erőt ad, és támogat, és segít. És ez a nehéz helyzetekben ez nagyon sokszor bekapcsol, hogy ezt én érzem. Aztán mondom, hogy ez most így fizikusként azt kell mondanom, hogy ez most vagy így van, vagy nem, azt majd halál után kiderítjük, um, de igen, szoktam érezni, persze. Majd szólj, hogy... Jó, én majd te, írok. Majd dumáljuk meg. <laughs> Kapsz egy ezt az én voltam. <laughs> És apukáddal meg beszélni azokat a dolgokat, hogy, mit, mit, hogy mik, miket mondasz ki mostanában egyébként ő is meghallgathatja ezt, vagy -e megnézheti, ahogy élőzől arról, hogy hát igen, igen, nem így, meg nem úgy kell nevelni egy gyereket, és akkor ő mit mond? Bocs, orsikám, ne, nem. úgy nem tudtuk. De, hogy nem, nem, nem. Uh, mindent meghallgat, és mindent megnéz, és uh, legnagyobb csodálatom, hogy nem unják a családtagjaim, azt nem tudom. Uh, de nem, tehát ő nem volt ebből soha. És az, a, az az érdekes, hogy bennem se jött ez elő egy ilyen érzés, hogy jaj, mit fognak szólni a szüleim, hogy én erről hmm. beszélek. Mert, mert amit mondtál, és hogy mindig érzed a szeretetet, amikor én anyukámról beszélek, meg a, és, és hát én remélem, hogy érzik ők is, és valószínűleg érzik, és ezért nem is téma ez köztünk, hogy nagyon jól tudják szerintem, hogy mit kellett volna másképp csinálni, anyukám ott fentről, apukám még itt, hál' Istenek közöttünk, de nem, és szemrehányás se kaptam soha, hogy jaj, hát azért ezt nem kellett volna, pedig tényleg mindent megnéz, meg meghallgat, ahol, ahol szerepelek, de nem. Van egy olyan insta ahol azt kérdezték tőled, kérdezz fel ennek be. Most, hogy... na, miket nézettem vissza Megőrülök <laughs> igen, kezdek félni. <laughs> Azt kérdezték tőled, hogy van-e példaképed? Uh -huh. És arra azt írtad no, válaszként, nem hogy nem tudom, nem szeretem ezt a szót, vagy nem, nem szeretem ezt a kifejezést annyira, biztos az egóm miatt, vagy valahogy ez volt a lényege. Nagyképű képű vagyok, igen. <síns> <síns> igen, erre akartam félozni. <síns> mennyivel óvaram, hogy én nagyképű legyek. Nagyon sok, végre, hogy nagyképű vagyok, és hány éven van nekem ebben, igen. Nem, de hogy itt egy kicsit arról van szó, hogy, hogy végül is mit jelent az, hogyha van példaképem, akkor én valakit csodálok, uh -huh. és az mit csinál az énegommal? Szóval egy kicsit arra vagyok kíváncsi, hogy itt te mire gondoltál, hogy az mit csinál a te, Uf, egóddal, te lenne tudni. Hogyha, hogyha valaki a te példaképed Hmm, ez egy nagyon jó kérdés. Nem, de azt, Tényleg nem tudom, hogy most ez mikori kérdésmatrica volt, és én mikor Régi. válaszoltam. Régi. Régi volt. Aha. Hogy, hogy nyilván azért, mert nincs, tehát, hogy basszus, nincs példaképem. Tehát, hogy olyan, hogy, hogy én azt imádom Ellen tehát Tehát például, hogyha most ilyeneket kell mondanom, mm -hmm. hogy ki az, akit így azt mondom, hogy a humora, az intelligenciája, a nem tudom mi az, az, az e, Eckhart tolle a, a művei Eckhart Tolle, az, az, az azt gondolom, hogy korunk zenmestere, akit tényleg én receptre fel már iskolás korban, mert na ő beszél például pont az egóról. Milyen érdekes, hogy eszembe jutott, és azt válaszoltam erre a kérdésre, hogy az ego. Ő, akkor most eckhartól -e nekem a, 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 a Mi nem szeretnék eckhartól -e lenni. Én nem szeretnék senki se lenni. Meg szerintem senkinek nem lenne jó, ha olyan lenne, mint Most valaki. Most én nem is értem, hogy a példaképpen mi a bajod, uh -huh. meg szerintem egyébként ez alkat kérdése, uh -huh. hogy, hogy valaki uh -huh. ilyen rajongó uh -huh. alkat, vagy Igen. nem rajongó De, alkat. Na, ez az. Uh -huh. De hogy amikor már azt kell mondani, hogy te elkezdesz egy utat, mondjuk te mentálhigiénész szakember vagy, vagy te kutató vagy, és a saját pályádon belül kell meghatározni egy példaképet, az uh -huh. azt jelenti, hogy oda akarsz te uh -huh. is eljutni, uh -huh. vagy azt az utat akarod megtalálni, hogy hogy lehetek én is annyira sikeres, mm -hmm. és nem mm -hmm. tudom, milyen, mint mm -hmm. a. Igen, csak annyira. Tehát, hogy az, hogy most mondjuk azt, hogy a tudomány szempontjából, ez borzasztó hülyén fog, ez, mondjuk a férjem, az az egy, az egy lehet egy példakép. Tehát az, ahogy mm -hmm. ő csinálja a tudományt, ahogy ő abba kiéli magát, amilyen kreatív, az egyszerűen zseniális. Na de hát tudom a határaimat. Tehát, hogy érted, itt rögtön bekapcsol az, hogy de hát én tényleg tudom, én nagyon objektíven látok magamra, és tudom azt, hogy a büdös életben nem leszek olyan. És hogyha én afelé egy olyan aspirációm lenne, hogy én én olyan akarok lenni, mint a férjem, akkor én nagyon boldogtalan ember lennék. Mert tehát ez az, az, két, nagyon különböző szintekről beszélünk. Tehát, hogy, hogy nem, egyszerűen nem érem fel az én értelem, ez, ez nem, ez nem szerénység, ez tényleg a realitás, és az, azt mondom, hogy az az igazi kutató, és az tő, én akár a fel, feléig tudtam elérni az ő útjának, mondjuk így belőle. Vagy uh -huh. Vagy mentálhigiénés szakemberként, most mondjam azt, ő Rogers, aki a, a mentálhigiének az, a, az atya, tehát, hogy ő találta ki ezt az egész, az egész mindenséget. Um, imádom a tanításait, mint ahogy is, tehát, hogy ugyanaz a sztori, de hogy ö, érted? Tehát, hogy az... Értem. Na, Na. és például az egóddal mi csinál egy ilyen koponyával való együttélés? Őre mindig felnéztél? Amilyen? Abszolút. Abszolút. Ha, nagyon inspiráló, borzasztó inspiráló, uh -huh. és ő, ő, tanított nekem nagyon sok mindent, tehát, hogy itt nem kapcsol be az egó, Tehát, hogy itt abszolút nem itt a, a, az öröm van, meg a hála, hogy, hogy az adatot meg, hogy én az a 15 évem, ami, ami aktív kutatóként végig lefolyt, az a 15 év, az, azt ő végig ott volt mellettem, és támogatott az ő tudásával. És Aha. hát ez egy baromi nagy mázli. Tehát, hogy tényleg egy tök szerencsés helyzet. Úgyhogy nem, az az egómat, az teljesen békén hagytam, mert hát ez egy tök jól működő kapcsolat volt szakmai szinten is. Ö mert így az egóval való, vagy azért hoztam be ezt, uh -huh. mert szerintem egyébként ez már a sebezhetőségednek a mutatása, hogy azt mondod, hogy -hát, ja, nekem vannak azzal Persze. kapcsolatban kérdések magamban, hogy oké okay vagyok-e az egómmal, uh -huh. oké okay vagyok-e azzal, ahol tartok, nekem uh -huh. fontos az, amit elérek, fontos az, hogy hozzám képest ki mit ér el. Ezzel kapcsolatban kérdezem azt, hogy te tök sokat beszélsz arról, és igazából szerintem a te jelenléted is erről szól, hogy te, meg a nem akarok beleszólni, és erről szól, hogy én felvállalom uh -huh. azt, hogy ebben és ebben ügyetlen vagyok, ebben és ebben nem vagyok elég jó, uh -huh. ezt ide kipakolom, és akkor végül is ez meg is szűnik valamennyire. Vagy, de szerinted privát emberi kapcsolatokban, mondjuk a, a Csabival, a gyerekeddel, a férjeddel, a munkatársaiddal, amit tök mindegy, uh -huh. akikkel, akikkel szoros kapcsolatban vagy, miért fontos a sebezhetőségünk mutatása? Hát mert az annyira leegyszerűsíti az életet. Hogy, hogy, nem kell tökéletesnek lennem. És, és a legfontosabb, mondjuk, amit kimondtál, és szerintem az a legfontosabb, hogy a gyerekkel szembe. Tehát nekem a gyereknevelésben ez egy ilyen óriási nagy lépés volt, amikor, ja, hogy én elmondhatom a gyereknek, hogy majd rossz napom van. És az mennyire jó, hogy nem az van, hogy csak azt látja, hogy anya ideges, hanem leültetem, és azt mondom, hogy figyelj, anyának majd nagyon nehéz napja volt, mert. És akkor amit el lehet mondani egy pár éves gyereknek, azt el lehet mondani neki. És, és hogy a gyerek miért ne tudhatná azt, hogy vannak rossz napok, és anya nem engem utál, és nem azért nem jár játszik most velem, mert nem akar velem játszani, hanem figyelj hogy most borzasztó fáradt vagyok, anya most le kell üljön egy fél órára kávézni a konyhába egyedül, arra kérlek, hogy te maradj a nappaliba és játsszál, és aztán fél óra után, érted? Tehát, hogy ez, ez annyira leegyszerűsíti az életünket, de ugyanez a, a munkahelyi kapcsolatokban, a, a párkapcsolatokban, a baráti kapcsolatokban, hogy, hogy felvállalom azt, hogy figyelj, ez most nem fog menni. Hogy figyelj, ebben most én, ez most, ez most, hát ez most sorry, de ehhez én nem vagyok elég, vagy, vagy bármi. Tehát, hogy, hogy, ezt kimondod, és ahogy mondod, valahol akkor ez így megszűnik. Nem szűnik meg, mert az ugyanúgy marad, de hogy, de hogy nem, hogy mondjam, nincs túl nem egy titok, hogy, hogy akkor én most jobbnak akarok tűnni, meg oda teszem az aranypapírt magam elé, meg becsomagolom magam masni, mert hogy én tökéletes, de hogy is ugyan már. Igen, csak ezzel kapcsolatban is egy kicsit az érzésem, hogy hogy, hogy vannak ezek a szavak, és a beszthetőség önismeret. Egyáltalán nincsenek már igen. Hogy mindenhonnan ez folyik, uh -huh. tudod. És hogy, és hogy hogy, valahogy ilyen nagyon nehéz, nehezen lehet megfogni, hogy tulajdonképpen mit is, mit, mit, mit akar, vagy hogy hogyan nyúljak hozzá úgy, hogy legyen értelme ezzel foglalkoznom, vagy hogyan halljam uh -huh. meg azt úgy, hogy ne azt mondjam, hogy na, ez is erről beszél, <gül> 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 király, jó, <laughs> <laughs> oké. Okay. Érted? Mm -hmm. És hogy ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy... Szakemberként, mit gondolsz arra, hogy hogyan kell jól beszélni a többiekhez ezekről a témákról? Úgyhogy még az elmúlt tíz év után sem mondják azt, hogy na, ne picsogjál már az önismeretről, mert hülyét kapok tőle. Nem tudom, én azt szoktam érezni, amikor erről beszélek, akkor nem kapnak hülyét, de, de lehet rosszul érzem, és, egy, és homokba dugom a fejem. Uh, te én, hát én a, a, az, hogy tehát, hát a személyes történetek. Tehát, hogy ennek uh -huh. az, én abba érzem, a, ez, a, ez a sharing, amit uh, a amit, terápiás körökben használnak, hogy hogy élmény megosztás és akkor Ülünk egy körben, és akkor beszélgetünk, és mindenki elmondja a saját történetét. Tehát az, hogy a, a Megosztom azt, hogy velem mi történik, ezáltal az emberek, most nyilván valami negatív dologról beszélünk, amikor felvállalom pont a sérülékenységem, hogy na ma nagyon szaranya voltam ezért, Aha. ezért és ezért, és, és tök jól esik kiírni, és, és meséljetek, hogy hogy éppen mikor voltatok utoljára szaranyák, mert hogy kíváncsi vagyok. Az ember a sérülékenységen keresztül tud kapcsolódni, mert ez mindenkiben ott van, mindenkiben bekapcsol, senki nem meri felvállalni, ez egy örök tabu téma, attól függetlenül, hogy rengeteget van róla szó minden felületen, és hát ez, hogy a, hogy a személy, Ennyi, ennyit tudok ehhez hozzátenni, hogy, a, hogy a, kirakom a személyes történetem, és akkor jön a kapcsolódás, és én ezt imádom. És ezt én nagyon-nagyon szeretem, mert onnantól kezdve tett, hogy, a, tök mindegy, hogy tök mindegy, hogy ki az illető, akármilyen nagy sztár, vagy akár a, civil, sem, se, se, abszolút nem ismert ember, ugyanazokban a, a nehéz helyzetekben van mindenki. És ez gyógyít. Tehát a sharing az gyógyít. Az, hogy én érzem azt, hogy nem vagyok helikopter. Engem is gyógyít, hogyha megosztom, és jönnek a, a táborom, és elkezdi ugyan, ugyan hasonló sztorikat megosztani. És akkor én sem érzem magam hülyén, hogy velem van a baj. Szóval, hogy ez ez egy mm -hmm. ilyen nagyon erős kapcsolódási pont, és igen, a személyes történetekben nekérzem én az erejét csak is. Igen. Még egy kicsit te alaptermészetedről is akarok beszélgetni, mert... Egy helyen azt válaszoltad, hogy, hogy valahogy pont feljött egy interjúban, hogy megkérdezték tőled, hogy hát hogy az attól, attól nem félsz, hogy ő, a Csabi, a kisfiad, akit örökbe fogadtatok, hogy ő milyen géneket hoz magával, <laughs> és akkor nem azt mondtad, hogy hát a sajátomtól jobban félnék. <laughs> hát igen. <laughs> és, és akkor így eszembe jutott az, hogy mi az a része a te alaptermészetednek, amit te nagyon szeretsz, és mi az, amit nem. Fú, na jó, hát ezt a, ez az a kérdés, amit el kellett volna küldeni hamarabb, hogy átgondoljam. <laughs> nagyon nehéz kérdés, ne viccelj. Hát az, amúgy tök érdekes, mert amit nagyon szeretek, az ott van a fiamban, és az, a, amit én nagyon szeretek elfogad, nem hogy nagyon szeretem, de hogy úgy jó, hogy van. Tehát, hogy úgy elfogadtam, régen nem szerettem, ez az a határozott, nagyszájú, megosztó oldalam, ami borzasztó mm -hmm. megosztó. Tehát ezért van az, hogy van, aki utál, van, aki szeret, nagyon semlegesen nem szoktak hozzám állni. És így arra jöttem rá, hogy egy nagyon kedves barátom, a Szűcs Gergely mondta ezt, hogy Orsi, aki artikulál, az, az megosztó de sokszor beszélgettünk erről, hogy, hogy, mi, mitől lesz megosztó valaki, és az, hogy aki artikul, aki kinyitja a száját, és mond véleményt valamiről, az, az onnantól kezdve olyan nincs, hogy azzal mindenki egyetértsen, és van basszus tényleg. De, de, de meg, megvilágosodásos pillanatom volt. Na és hogy az én fiam is ilyen. És um, valószínűleg sokkal könnyebb élete lenne, hogyha hogyha nem ilyen lenne, és ezt már most látom, nagyon kíváncsi vagyok, úgy megnézném, hogy tíz év múlva, úgy, 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 egy ilyen pillanatra, egy ilyen filmkockára úgy belenéznék, hogy, hogy most hat éves, hogy 16 évesen hova fog fejlődni ez a kisember, de most azt látom, hogy hát olyan karakánó kiáll velünk szembe, hogy így csak egy hoppácska, tehát hogy úristen mi lesz itt. Uh, sokkal könnyebb dolga lenne, ha ebben nem hasonlítana rám. Ez is olyan befogadó anyaként ezt mondom, hogy rám, de hát ez van sokkal könnyebb élete lenne, de azt gondolom, hogy, 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 ez így pont jól van. Tehát ahhoz, hogy ő boldoguljon az életben, és amerre tart a világ, és most nem menjünk ebben nagyon hogy merre tart a világ, de hogy azt gondolom, hogy így jobb, es, jobb esélyei vannak, és, és nem, nem, baj tanulja azt meg, hogy nem mindig szereti mindenki. És ez lehet ugyanakkor egy negatív is, mert ezzel én nagyon sokáig bajom volt, hogy én megosztó vagyok, és engem nem szeret mindenki, és ezzel is nekem dolgom volt, hogy én ezt, ezt beépítsem, hogy, vagy, vagy hogy elfogadjam, hogy, hogy igen, hát van, aki utál. Tehát, hogy ez, de ugyanakkor ezt így sikerült megfordítani. És azt mondani, hogy jó, talán ez az erősségem, és nincs is ezzel semmi baj, mert itt tudok... mit jelentette, hogy, hogy, azért, hogy ez, ezt ne érez mindenkivel nagyon kedves voltál? Téged uh, soha nem, ed eddig azért nem mentünk el. <laughs> uh, nem, soha nem tudtam mindenkivel. Nagy... De, de ez a kedvesség, ez az, hogy véleményem a bizonyos témákban. Uh -huh. Ez, ez inkább, ez csak ennyi. És, um, és ez, 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 egyszerűen megoszt. És azt elfogadni, hogy hát én nem akarok rosszat várjál már. Hát most kinek ártok én ezzel? Hát én csak a véleményemet mondtam el. Uh -huh. És ez nagyon nehéz volt elfogadnom, hogy azzal együtt, hogy nem akarok ártani, nem teszek semmi rosszat senkivel, csak egyszerűen kinyitom a számat és kommunikálok. Uh, ezzel igenis elérem azt, hogy valaki leírja azt, hogy úristen, de utálak. És akkor így állsz és nézd, de most miért? Hát nekem csak ez a vélemény. Lehet neked más a vélemény, de miért az utálat az nekem egy olyan erős szó? Hát én, én, én senkit nem utálok. Szerintem senki nem utálom úgy senkit, de hogy ezt így egy ismeretlen neki kimondani, mert esetleg valamilyen témában más gond, na ezt nagyon nehéz volt elfogadnom. De nem odáig azért ez nem fajult, hogy én ne, ne nyilvánnyit csak véleményt. Sőt, ez aztán olaj lett a tűzre. Mert azt mondtam, hogy ja, hát ez így működik, oké, hát én akkor ha úgyse szeret mindenki, akkor miért fognám vissza magam. De azt gondolom, hogy ez viszi előre a világot. És most ez ilyen nagyon nagy szavak, hogy akkor majd én viszem előre a világot. De hogy ennek van impaktja. Tehát, hogy az, hogy igenis egy érzékeny témában most az lmbt tól kezdve, bármilyen témában, örökbefogadási törvény, meg mit tudom én, tehát, hogy ilyen témákban, én azt gondolom, hogy rohadt fontos, igenis, kinyitni a szánkat, és, és kiállni a mellett, amiben hiszünk. És akkor ezt uh, régen nem szeretted magadban, most pedig már szeretsz. Igen, igen, ezt nagyon, igen, abszolút megfordítottam, és ez is sokkal jobb így a világ <laughs> számomra. Igen. igen, mert alapvetően kicsit az van, nem, hogy minden, Ö, személyiség, meg minden jellemvonása egy személyiségnek. Például az, hogy valaki agresszív, az alapvetően az jut a róla, hogy az negatív, de közben az agresszió uh -huh. egyébként, az valami tetrekészség, meg valami akarat, vagy uh -huh. akaraterő, ezek szinonimák is lehetnek még egy Persze. egy kisgyereknek a, uh -huh. a személyiségében Persze. igazából, hogy az már a te neveléseden múlik, hogy ez az aztán később, amikor ő nagy lesz, uh -huh. meg kifejlett uh -huh. személyiség lesz, az az hogyan transformálódik, Igen. ez az alapattitűd az ő életében. Igen, Igen. abszolút. A, ez Teljesen ezzel egyetértek, ez így van. És nem a gének a lényeg nyilván, hogy volt az a poénos, hogy inkább a sajátjaimtól félek, de nem én, azért ebben me me megvan a tudományos vita, hogy mennyi százalék a neveltetés és mennyi százalék a gének, és ebben Is. nincs egyetértés. Nem tudnak erre egyértelmű választ mondani. Akárhány kutatást és ilyen emberkísérletet csinálnak, erre nincs egyértelmű válasz. Szóval nem mondhatod nyugodtan, hogy hasonlít rá. <laughs> Abszolút. Csak kutatóként is, meg influencerként is értél el sikereket. És szerinted ezek a sikerek, ezek hogyan változtattak rajtad? Vagy hogyan változtatták a személyiségedet? Hát ezt, ezt, ezt így hogy mondjam, nem gondolom azt, hogy változtatott, ez egy út volt um, ezt megszokni, inkább így, így mondanám. Tehát rajtam nem változtatott a siker, a, a figyelmet kellett megszoknom, nem elszállnom, volt olyan, hogy az elején, tehát az elején mm -hmm. az ember ettől megrészegedik, de ez, ez is szerintem tök természetes folyamat, hogy, hogy egyszeriből ezer ember, vagy 800 ember helyett ott van az oldaladon 20 ezer, meg 30 ezer, meg most nem tudom, 50 pár ezer, tehát hogy az, és ez egy elég rövid idő leforgása alatt, az az, az, az eléggé meghűíti az embert. És, és hál' Istennek, akkor ugye mi nem ma volt, hanem még a pszichológusommal rendszeresen hetente leültünk, és nagyon nagyon sokáig ez, ez téma volt, hogy ezzel én most mit kezdjek. Tehát először jön a pánik, nagyon megijedsz, most úristen, mi, 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 eddig így kommunikáltam, most akkor nekem másképp kell kommunikálni, mert ennyi ember itt van, és ennyien figyelnek, és Jézus mert Tehát, ez egy ilyen nagyon, nagyon fura helyzet, akkor lenyugszik az ember, hogy nem, nem kell, azért vannak itt, mert így kommunikálsz, nyugodjál le. Vagy, vagy aki meg, akinek tetszik marad, aki nem, az majd tovább megy, tehát, hogy, hogy miért kellene változtatni. Tehát, hogy nyilván az ember ettől egy kicsit megijed, és aztán meg elkezdik emelni az embert. És bizonyos követő számig nincs negatív kritika, ezt megfigyeltem. Csak a pozitív, csak, csak az imádat, és a szeretet és a mesélés, és hogy, vagy és Úristen, és így orsi, és akkor az, az, hát, hogyha ennyi szeretetet kapsz, akkor az, 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 igen, az elkezd deformálni. És hál' Istennek, nekem volt egy pszichológusom, aki megfogott, visszarántott a földre, és azt mondta, hogy jó, akkor erről beszéljünk, mert hogy ez, ez egy olyan folyamat, amit át kell dumálni. És, és nagyon jó volt ezt átbeszélni, és nagyon jó most már ezt a helyén kezelni, de hát ez egy több hónapos folyamat volt, amit ameddig ezt így tényleg helyre tudtam tenni magamba. Ez egy mi lett volna, ha uh -huh. kérdés? Uh -huh. Nem tudom, hogy szereted-e az ilyenek vagy az ilyen játékokat, de próbáljuk ki. Szóval, hogy ha úgy alakul az életed, hogy nem érsz el olyan sikereket, uh -huh. amik a társadalom szerint sikerként értelmezhetők. Most a fizikusságról beszélünk? Ba vagy fizikusságról, aha. vagy vagy, aha. vagy nem lesz 50 ezer követő, hanem aha. egész életedben 800 követő van az én Úristen. Isten így már. Igen. Igen. Akkor te tudnál-e boldog, kiegyensúlyozott ember lenni? Hát én addig is, tehát, hogy nem, igen. igen. Határozottan igen, nagyon remélem, hogy igen. Hát hogy ne? Persze. Hát mondom, hogy ez olyan hirtelen jött, és én ezt nem akar, senki nem akarta. Tehát ha nem akarok beleszólni lányok sem. És ha kettészedjük, tehát mondjuk a fizikusi pályára, hogyha maradsz abban, nem tudom, hogy hogy fogalmazzam meg ezt. Tehát, hogyha ha nem, úgy alakul az életed, hogy ennyi pozitív visszacsatolást kapsz, hanem csak úgy önmagadtól. Akkor simán váltottam volna. Hát én a váltást, a, a mentálhigiénét, én nem, a nem akarok beleszólni miatt vál kezdtem el, én az még a, a felvételi, az 2020. februárjában volt, és a, a, a nem akarok beleszólni, az 2020. végén, nem tudom, októberében, vagy mikor indítottuk uh -huh. a csajokkal. Tehát, hogy akkor még ötlet formájában se volt meg az, hogy mi, de hát amikor elindítottuk, se volt az, hogy ebből most akkor egy óriási, nagyon Hele. nagy, akármi legyen. Tehát a, a váltás az így is, úgy is megtörtént volna. Az, hogy akkor én, én nem, hogy teljesen szakmát váltok, mert még félig még mindig kutatóként vagyok jelen. De hogy, de hogy, ez így is úgy is megtörténik. Tehát hogy ez a sikertől teljesen független, és én, én, most akkor is mentálhigiénész szakember vagyok. A siker az pedig, mint kutató, tehát hogy annyit, annyit azért elmondok, hogy, a, hogy a nagyon fontos az, hogy, hogy pontosan, amiről az előbb beszéltünk, hogy például nem a férjemhez mérem magam. Aha. Tehát is kutatóként soha nem hozzám értem magam, mert vannak különböző témák, amik vannak a szexi témák, mint amivel a férjem foglalkozik, a nanotechnológia, az most egy nagyon top téma, azzal, azzal aztán tényleg lehet, és az egy. Mm. és van az én témám, ami a műszaki kerámiák, hát az nem számít menő témának. De hát a, a, minden tudományban vannak különböző ág, ami van a menőt, és van a nem menő. Attól függetlenül én imádtam csinálni, tehát ez nekem nagyon feküdt, de az nem számít menő témának. És akkor vannak műszaki lapok, amelyek nem olyan menők, mint amelyekben a nanotechnológiával kapcsolatos tudományos eredményeket lepublikálják. És az én területemen teljesen korrektül úgy, úgy, gondolom, hogy boldogultam. De az az én szintemen, az én területemen, és szerintem ebbe az a, ez a titok, hogy az ember tudja, hogy hol a helye, vagy hogy hol a, ez ilyen csúnyán hangzik, de hogy, hogy mihez mérje magát. Aha. És a saját szintjén, és én a saját szintemen abszolút elégedett voltam magammal, évente jelent meg tudományos cikkem, kb. ez az, amire az emberi kipipálja azt mondja, hogy évi egy-két cikk az, az pont rendben van, mert hát többet nem lehet, mert óriási kutatás el mögötte, tehát ez nem egy gyors folyamat, egy cikket megírni, ott eredmények kellenek, és ez így megvolt. És én tök, tökre elégedett voltam ezzel. Aha. Egyébként egy csomószor az jut eszembe, hogy egyszerűen csak ezt a szót, hogy siker kihúznám a szótárokból, hogy <gül> 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 így, hogy igen. De nagyon nem relatív. Tehát, hogy most akkor mihez képest, hogy kihez? Hát persze, nem tudom, Einsteinhez képest senki vagyok, hát nyilván, de hogy a saját szakmámban, a kis területemen, ott meg teljesen azt mondom, hogy okés volt. A te életedben a pénz mennyire fontos szerinted? Hát, hogyha nélkülöznénk, akkor azt mondom, hogy borzasztó fontos. Érted? Tehát, hogy azt gondolom, hogy az ember elér egy egzisztenciális szintet, akkor nagyon könnyen hátradől, és azt mondja, hogy ah, nekem nem számít a pénz. Na de hát ahhoz az kellett, hogy egy bizonyos egzisztenciális szintre eljussak, hogy azt mondjam, hogy nem számít a pénz. Nyilván, ha nem lenne, akkor sokkal jobban számítana, és sokkal jobban szenvednék, és, és, hát egy központi dolog lenne. De így, hogy, hogy, egy olyan, nem tudom, egy olyan megélhetési szintet tudunk biztosítani magunknak és a gyereknek, amire azt mondom, hogy teljesen oké, okay. most nem de egy ilyen középosztálybeli rendben van állapot, um, ez kell, nyilván a kutatók, a, a, multi, tehát hogy ezzel a végzettséggel multinál mondjuk ötször annyit keresel, mondjuk kezdőként háromszor annyit, és aztán szépen ez megy fejebb. Tehát kutatóként nyilván nem, a, nem, nem vagy milliómos, abszolút ez így van. Igen. Igen, de hát, hogy én azt mindig éreztem, hogy a multivilág az nem az én világom. A kutatói lét az pedig egy nagyon, nagyon jó lét, az egy nagyon jó Csak állapot. Csak jobbak az emberek? Vagy ez Tudod, ez a, ez a szabadság van amúgy. Uh -huh. Tehát kutatóként van egy szabadságod, te választod meg, hogy mit akarsz. Nyilván egy kutatórendszernek a, a, lehetőségeihez mérten, de nagyon sokszor egy kutató szabad kezet kap, hogy most itt ilyen műszerek vannak, ilyen perendezések, ilyen témák, mit szeretnél csinálni. És ez óriási nagy szabadságot jelent, hogy akkor most nekem van egy kreatív ötletem, és azt, hogyha van rá lehetőség, én azt meg tudom valósítani, össze tudok dolgozni különböző kutatócsoportokkal. Ez egy nagyon magány dolog. Rengeteget utazhatsz kutatóként. Konferenciák vannak a világ leggyönyörűbb tájain. Persze pályázni kell rá pénzt, ahhoz kell legyen uh -huh. támogatás, tehát ez nyilván ez nem csak úgy van, de hogy van rá lehetőséget. Tehát csodálat, tehát, tényleg olyan helyekre jutottunk el kutatóként a férjemmel, ami, a, amit, amit nem hiszem, hogy elértünk volna nem kutatóként, múlt is, dolgozóként. Um, úgyhogy, ja, ez a szabadság, ez, ez nagyon, ez is tudom, hogy ezt a férjem is, mert a férjem is azért maradt a mai napi kutató, Um, miközben bárhol elmehetne, mert hogy, hogy ez a kutatói lét, ez azért ez egy jó dolog. Mert szerintem azért fontos behozni, mert amit mondtál, hogy ha ez egy napi probléma lenne, hogy hogy mire van pénzünk, uh -huh. vagy mire nincs pénzünk, uh -huh. mint ahogy nagyon sok embernek Persze. napi probléma hát, az, hogy éppen melyik sonkát veszi meg, akkor Szerinted lehet-e foglalkozni, most ezt, ezt, és ezt most úgy kérdezlek, mint mentálhigiénés szakembert, hogy, hogy valahogy azt érzem, hogy körülöttem már, meg abban a társadalmi rétegben, ahol, ahol én vagyok elhelyezkedve, ott már mindenki pszichológushoz jár. Ott már mindenki segítséget kér. Uh -huh. És tök fontos, és én is ezt teszem. De közben még mindig az van, hogy egyébként egy pályakezdőnek szerintem tök nehéz megengednie magának sokszor azt, hogy ő havonta 40 ezer forintot elköltsön egy pszichológusra, és a havonta 40 ezer forint az még egyébként egy olcsó, így van. olcsó Ez szakember. az És hogy szerinted, a, vagy te mit gondolsz arról, hogy hogy, hogy van Magyarország mentálhigiénés állapota? Oh, még hány órát akarunk beszélgetni, csak kérdezem. <laughs> Hát borzalmasan. Borza kritikán. Nagyon szörnyű. Igen? <laughs> mit, mit beszélgessünk erről? Hát szörnyű. És igen, nyilván a, a ezért, mert ez de nyilván, nem, szerintem ez az egy kétoldalú, tehát egyrészt nagyon sok Kan, akik megengedhetnék maguknak, azért nem tartanak ezen a szinten, hogy akkor én ezt bevállalom, hogy, hogy esetleg nem nincs jól a lelkem, nagyon sok minden frusztrál, levezetem a családomon, le, és akkor inkább azt a pénzt erre költöm, és közben megtehetné. Tehát azért, azért én azt gondolom, hogy itt azért még van feladat, hogy, hogy minél többekhez eljusson ez, hogy ez nem gáz, és neki lesz jobb, meg a családjának lesz jobb, hogyha ő ezt bevállalja. És igen, ott van az a réteg, vagy ott van a másik fel a aki meg egyszerűen menne, és nagyon szívesen menne, és én is nagyon sok ilyen üzenetet kapok, hogy, hogy, nincs, tehát hogy nincs meg rá az anyagi lehetősége, és ez szörnyű, és erre sajnos nincs megoldás. Erre ott vannak nyilván a segítő oldalak, ott vannak segítő videók, tehát hogy azért az interneten nagyon sok mindent el lehet érni, amin az ember el tud kezdeni magán dolgozni, de sajnos azt gondolom, hogy, hogyha ott métraumákról és, és, azért komoly megfejlődni valókról van szó, ahhoz nem lesz elég egy önismereti könyv, de a semminél sokkal jobb. És igen, hát, hát akkor ez van, és akkor ezen kell elindulni és uh -huh. más nincs sajnos. Tehát, hogy nem, most szeretném azt mondani, hogy el kell menni idés és és ott kap az ember igyenesen segítséget, de hát sajnos nem áll fenn ez a helyzet. Na de, nagyon gratulálok ahhoz, hogy végeztél a súlyval. Ja, köszönöm. Tök menő, ez most <laughs> volt nemrég. rég. Uh -huh. És ezzel hogyan tovább? Mi, 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 az, amit csinálni fogsz? Jaj, hát vannak tervek. <laughs> um, az van, hogy vissza kell fogjam magam, uh, mert, uh, mert hogy nagyon sok jelentkező van hozzám, hogy egyénibe jönnének emberek, és, és kettőt vállaltam el, mert azt mondtam, hogy akkor kettővel szeretnék indulni, mert, um, mert hogy ebbe bele kell rázódni. Tehát, hogy az, hogy most van egy diploma a kezembe, ezt most nem azt mondom, hogy semmit nem, nem, nem azt jelentő, hogy semmit nem, hanem hogy hát én most nagyon kezdő vagyok. Tehát, hogy én nekem éreznem kell azt, hogy én ezt uralom, ezt a szakmát. -e. akkor rakjuk rendbe, hogy, rakjuk rendbe, hogy akkor mit jelent uh -huh. az, hogy mentálhigiénés szakember? Ez segítő jelent. Ez a segítőbeszélgetés beszélgetés pedig azt jelenti, hogy nem terápiázunk, nem megyünk vissza a gyerekkorba, hanem Jelen, a jelenbe vagyunk, és hogyha neked most van egy, jelen, egy, egy, egy olyan helyzet az életedben ebben a pillanatban, ami elakadás, akkor arról beszélgetünk. Ennyi, ezt csinálja a mentálhigiénész szakember. Ez nem évekig tartó terápia, mint egy pszichológussal, hanem ez x-a 5-10-15 alkalom, és pont. Tehát, hogy az 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 élethelyzeten át, átjutunk, és, vagy, nem, vagy nem jutunk át, hát attól függ. És, és ez ilyen, tehát, hogy ez egy ilyen helyzet. És szorin. hogyan tudtad eldönteni, hogy ki ez a két ember? Hát um, úgy, úgy képzeld el, hogy uh, ezt hogy egyszerűen éreztem, nem is tudom, um, nem tudom ezt meg, egyszerűen éreztem, hogy, hogy uh, ők már nagyon rég szerettek volna hozzám jönni, talán ők ketten szerettek volna legrégebben, uh -huh. hogy, és akkor így. Ennyi. És, uh... és, hát tovább fogom tanulni a pszichodrámát, az, az lesz még, ami nekem nem tanulni, tovább járok pszichodráma csoportban, aminek az lesz a vége egyszer csak majd pár év múlva, hogy akár lehetek pszichodráma vezető, a pszichodrámát azt mindenkinek nagyon ajánlom, <laughs> mert egy nagyon hasznos, tényleg, tehát zseniális. Um, és aztán egyszer vagy pszichodráma vezető leszek, vagy nem, az, ez is, tud ez a meglátjuk. De ha nem, akkor pedig egy tök jó önismereti gyakorlat, tehát, hogy arra viszont zseniális. Úgyhogy ez, ezek. Hm. Ha visszaemlékszel arra a pontra az életedben, amikor először hallottad azt a szót, hogy önismeret, uh -huh. arra emlékszel? Hát ez Vagy ilyen... így, amikor így van a fejedben, hogy ez micsoda, Szerintem akkor... Szerintem egyetemi, aha. Akkor mit gondoltál róla? Hát, hogy búsít az egész. És hát, most? Hogy... Hát, hogy enélkül elég szar lenne az élet. Igen, azért tudod, mert azért ezt is meg tudom magyarázni, ez a 2000-es évek elején volt, amikor Erdélybe elkezdtek bejönni ezek az önismereti könyvek. Tehát Magyarországon biztos hamarabb megtörtént, Erdélyben ugye a 2000-es évek elején, és, és hát így nem voltak szimpatikusak ezek a könyvek nekem. És ezért így volt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen rossz referenciája az egésznek, hogy akkor ez így á, előítéletes voltam, mint az állat, persze. És aztán megállt el tíz év, és akkor ott voltam, hogy kopogtattam a pszichológus ajtaján, hogy jó, akkor ezekhez valamit, mert ez így nem annyira jó. Nagyon szépen köszönöm most. Hát én és nagyon jó volt. Köszönöm szépen a meghívást. Ez volt a Mit Gondol Podcast, örülök, hogy hallgattatok minket, remélem legközelebb is velem tartotok. Két hét múlva érkezik az évad utolsó epizódja, aztán egy rövid nyári pihenés után ősszel újraindul a sorozat és friss epizódokkal jelentkezem. Addig is megtaláltok az Instagramon Luli Lukacs vagy Mit Gondol néven, illetve külön Facebook oldala is van a műsornak élvezzétek a nyarat, de azért vigyázzatok magatokra. Sziasztok!